A szeptember 27-i időközi polgármester és képviselő választásra támogatói ajánlásokat gyűjt a piacon csütörtökönként és szombatonként 8 és 10 óra között Szepesi Tibor polgármesterjelölt, dr. Pintér Zoltán Árpád képviselőjelölt a karcagi Fidesz képviselőivel. A jelölteket támogatásukról biztosítják itt is a választópolgárok. Amióta a bejelentés megtörtént, hogy Szepesi Tibor polgármester jelöltként indul a szeptember 27-i választáson, azóta, mint elmondta, nagyon sok pozitív visszajelzést kapott ismerőseitől, de vadidegenek is megállítják az utcán, és megbeszélik vele az elmúlt időszakot és a jövő lehetőségeit. Mióta a bejelentés megtörtént, hogy polgármester jelöltként indulok a szeptember 27-i választáson, azóta nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam ismerősöktől, és természetesen akár vadidegenektől is megállítanak az utcán. Beszélgetünk, megbeszéljük az elmúlt időszakot, a jövő lehetőségeit, de mindenkitől csak a pozitív visszajelzést kapom, aminek nagyon örülök, és köszönöm szépen. Vannak, akik problémáikkal is megkeresik, őket is meghallgatja, és amiben tud, önkormányzati képviselőként most is segít. Mint önkormányzati képviselő természetesen mindenkit meghallgatunk, és amiben tudunk, ahogyan eddig is megpróbálunk segíteni mindenképpen. A polgármester jelölt állításhoz szükséges aláírások már leadásra kerültek. De a Maradjunk kapcsolatban ível tovább folytatják az aláírásgyűjtést, hiszen ez is egyfajta támogatást jelent. Az aláírások leadásra kerültek, amelyek szükségesek a polgármester jelölti állításhoz, de természetesen folytatjuk az aláírást, hiszen egyfajta támogatást is jelent az, aki eljön, aláírja a Maradjunk kapcsolatba ívet, hiszen szeretnénk mindenkihez eljutni, mindenkivel megbeszélni azokat a problémákat, amelyeket a jövőben majd közösen kell megoldanunk. Szeretnének mindenkihez eljutni, megbeszélni azokat a problémákat, amelyeket a jövőben közösen kell majd megoldani. Csütörtökön és szombaton délelőtt erre a piacon is van lehetőség.